nem győzöm hangsúlyozni a póráznak a szerepét. Tehát gyakran előfordul az, hogy emberek leveszik a pórázról a kutyát, mondjuk egy kutyafuttatón, vagy egy olyan helyen, ahol egyébként le lehet venni a kutyát pórázról, és mások pedig pórázon tartják a kutyájukat. És a pórázról elengedett kutya az odaszalad a többi kutyához, akik erre esetleg morgással vagy acsarkodással reagálnak, és akkor ugye a kutyáját elengedő gazda csodálkozik, hogy hát, de az enyém az csak játszani akart, hát miért viselkedik ilyen csúnyán a te kutyád? És akkor erre azt tudom mondani, hogy nem véletlenül van a másik kutya pórázon. Tehát amíg egy kutya pórázon van, nagyon vigyázni kell egy másik kutyát odaengedni hozzá, mert egyrészt nem véletlen van a másik kutya pórázon, és aki a pórázon tartja a kutyáját, ő megtette a felelősségteljes embernek, vagy felelősségteljes gazdának a teendőjét, ő nem engedi a kutyáját szabadon csatangolni. Tehát akinek szabadon van a kutyája, annak nagyon kell figyelni, hogy az ne menjen oda, és ne kezdjen el mondjuk játszani, próbálni másik kutyákkal, mert lehet, hogy az a másik kutya nem akar játszani. Még egy fontos dolog, sok kutyát egyébként a pórázon tartás agresszívabbá tesz. Tehát előfordulhat az, hogy amíg egy kutya a pórázon van, addig ő nagy és erős, mert érzi maga után ott a gazda a póráz végén, ahogy elengedem, viszont egy barátkozó, visszahúzódó kutyává válik.